Csak azt akartam mondani, hogy próbálok nem sírni. Szóval én nagyon szeretném, tudom, hogy erős lenne a testimony, az én bizonyságom. Csak nekem van egy dolgom, which hinders me, ami megállít attól, hogy mondjam. Szóval nekem van egy betegségem, amit 13 éve van. Igen, 2 éves volt, amikor az idősebb fiam, amikor megkaptam. Ez egy ilyen autoimmune betegség. És igen, én bevettem a gyógyszert, amikor először adták, amikor először diagnóztak, és nagyon erős gyógyszerek, ugye? Szóval az első nap, amikor bekaptam, a második dózist aznap egy ilyen rash, ilyen kiütések jöttek ki a testemben, és nagyon megijedtem. És elhatároztam, hogy végezre ezt nem fogom bevenni. De mert nagyon erősen akarták ezt tákezni, hogy ne legyenek problémák, de én valahogy nem akartam, mert ez ilyen cancer treatment drug, so, nem tudom, hogy ismered a neveket, de mindegy. Szóval 3 nagyon erős drugra rá akartak rakni, és én elhatározom, hogy nem fogom, és nem is vettem be eddig a napig. Minden más megpróbáltam, naturopath, mindenféle, jó, nem tudom, ez le fog jönni, mindenféle diétákat, exercise, mindent. Mindent megpróbáltam. És úgy elment, meg voltak szakaszok, amikor nem olyan rossz, de elment, és akkor jobb, és na mindegy, de az utolsó pár évben az egyik kezemen már nagyon látszik, úgy hívják, hogy rheumatoid arthritis, szóval az ízületeket, de a csontokat, meg ugye a jointsokat. És én egy földrász vagyok, ugye? És a jobb kezemen már kezd nagyon látni, hogy kezd úgy daganatos lenni. És szóval ezért nem tudom mondani a testimony, mert azt hittem, úgy hiszem, hogy nincs itt nem hiteles. Mert hogy mondjam én azt, amikor én magam nem vagyok egészséges, ugye? Szóval, és úgy vagyok vele, hogy amikor a test beteg, akkor a lelk beteg. De akkor mi van a lelkemmel? Hogy ez mi van, és nem megy el? Right? So, tudom, hogy nem gyógyszer fog engem meggyógyítani. 100%. Volt nekem pár éve egy ilyen visual látásom, hogy ránézek a kezembe, és teljesen meg van gyógyulva. De azt nem tudom, mikor volt. Szóval nem tudom, mikorra mondja, hogy amikor már a heavenbe vagyok, vagy itt a földön. De nagyon várok arra a napra. Mert úgy érzem, hogy csak akkor lesz hiteles az én testimonium, amikor meg vagyok gyógyulva. Úgy olyan szempontból is nézem rá, hogy tudom, mikor, nem tudom, ki volt, de valaki az Úr az angyallal, vagy valaki az angyallal verekedett az Úrral, de és valami az oldalába, nem mindegy, valakinek ott kellett valaminek maradni, az Úr azt mondta neki, hogy ez ott kell, hogy maradjon neked, hogy tudjad, hogy mit csináltam, vagy ki vagyok, vagy ilyesmi. Szóval ez is belém jut, hogyha ez nincs, akkor lehet, hogy nem fordulnak hozzá, vagy nem keresném. Szóval keresem, de akkor nem eléggé? Na mindegy. Jó. Szóval én nagyon szeretném mondani a tesztimóniumot. Csak nem tudom, hogy. Does it have value? Does it hiteles?
Na, mindegy. Jó, nagyon szépen köszönöm. Nagyon jó volt, és remélem, hogy máskor is. In the future. Meghívsz még egyszer. Jó van, jó estét neked. Szia! Na, szia! Jó, elkezdem. Mondom a dolgot, nem tudom, hogy ebből hány videó lesz, szó szóval elnézést előre, de megpróbálom, amennyire gyorsan tudom. Na, szóval a pár napokban nem nagyon sokat aludtam, annyira fáradt voltam, mert nagyon sokat ébredtem fel éjszaka, és rengeteget gondolkozok. És hát folyamatosan gondolkozok, mindenhol. Hát a konyhában voltam, és ott álltam 45 perce, és akkor álltam, és csak gondolkoztam. És akkor a fotelen ültem, napközben volt, akkor ott ülök, és akkor hirtelen este van. Hát, na mindegy. Hol kezdjem? Na, szóval emlékszem, mondtam neked a maszkokat, hogy hordjuk a maszkokat, és hogy mennyire hordom a maszkokat, hordtam. És hogy azt hiszem, hogy leveszek egyet, és jó helyen vagyok, de közben felveszem a másikat. És azt hiszem, hogy jó helyen vagyok, mert tudom, hogy mit csináltam. Na, és az jutott tudatomra, hogy én nagyon a fejemben élek. Nem az, azt tudom. Szóval én nagyon sokat gondolkozok, analizálok mindent, és én nagyon sokat tanultam, nem tanultam. Szóval én mindent el tudok magyarázni. Mindent ki tudok magyarázni. Föntől le, oldalról, hátrafele, mindent. Na de, arra jöttem rá, hogy amikor a internal dialogue megy, és megy, ó, de megy, az internal dialogue-ba is hordok egy maszkot. Hogy ott is becsapom saját magamat. És ez egy... Aj! Ez nehéz szembesülés volt. Hogy ott is becsapom magamat, ahogy beszélek magamnak. És azt hiszem, hogy olyan jó vagyok, és olyan jó tudom. És semmit nem tudok. Semmit az égvilágon. És mondok valamit. Az egész életemet, szóval mint fodrász, jöttem ki a gimiből, gimnázium? Azt hiszem, igen. És azt csináltam. Utána tanultam egy kis sminket, akkor utána meg is tanultam a personal training-et. Szóval minden, amit tudtam és csináltam, az az outside world-e. Outside world-et jobbította, ugye? És én tudtam, hogy ez nem így van, ezek nem így kéne lennie. De azzal a magyarázattal csináltam, hogy mert keresztény vagyok, voltam, hogy ezzel jó, mint amikor a missionaries mennek, ugye, mennek és mennek tanítani a Bibliát, de mielőtt tanítják, adnak kaját nekik. Adnak kaját, ugye? Hogy tele legyen a hasuk, és akkor fölfogják, és értsék. És ezt csinálta Jézus is. Megetette őket, és tanított, és hát nem tudtam, hogy... Nem, whatever. Szóval én azt gondoltam a kis fejembe, hogy na, jó van, akkor így ezzel behozom a worldly embereket, és akkor úgy majd tudok neki tanítani, meg mondani jó dolgokat. És ez megtörtént. Gondolod, hogy ez én az nem történt meg. Behoztam, és volt egy pár jó szó, sure, de semmi, ami épített, semmi nem épített. És mondtam neked, azt hiszem múltkor, hogy én nagyon szeretek
Szóval én egy tudom, hogy a segítőkéz vagyok, és szeretek emberekkel lenni, és szeretem hallgatni a sztoriukat, és na mindegy, szóval belelátok dolgokba, és én azt hiszem, hogy ez tényleg az Úrtól van, de én nem úgy használtam. Én nem az igazságot beszéltem az életükbe. Na, ha valamikor úgy hangzott, nem, mert én magam nem éltem azt az igazságot. Szóval egy egész hazugság volt. Na, és én azt gondoltam a kis okos fejemmel, hogy na, tessék, én annyira látom, gyere hozzám, mert én megmutatom neked, hogy mit látok benned. És kihozzuk a jót, ki szépen fogsz kinézni, exercise-zunk egy kicsit, jó lesz. Mondja a vak, aki nem lát semmit. Nem láttam. És ott volt a szar. Ott volt a szar, és én mostam a szart. Elnézés, hogy így mondom, de a szar, amit én a kezemmel, az én erőben csináltam, ami semmire nem jó. Szóval mostam a szart, és kiteringettem, hogy mi, amikor kirakod száradni a napra, és akkor kint van. És akkor nézd, milyen szépen lóg a szar. És akkor bűzlik. És mindenki körülöttem tapsol. Meg fog állni. Nem fog megállni. Megállt. Na, visszajöttem. Na, szóval tapsoltak, és én úgy ültem. Mert úgy meg akartam felelni. Tudod? Meg akartam felelni. És mondták, hogy jaj, Annie, ezt csináld, azt csináld, olyan jó vagy ebbe. És én ugráltam. Ugráltam, mentem. És üres volt, semmi nem volt benne. Egy nagy lufi, semmi. Semmi értékes nem volt benne. És valahol tudtam. Valahol tudtam. Nagyon irgalmas voltam, irgalmas. Igen. Mentem az igazságért, futottam az igazsághoz. És gondoltam, hogy én vagyok az első, aki kifut az kiugrik a hajóból, és fut. De én voltam az első, aki elkezd süllyedni, a 100%. Ó. És én, mint az a néni, nem tudom milyen nevedem, mondta, hogy ment volna tüntetni hősök terére. Hát, hidd el, hogy én is ott lettem volna. Hidd el. Csináljunk már valamit. Ismerhettem igazságot, de nem használtam. Ismerhettem, amikor hallottam, de nem csináltam vele semmit. Az igazság nem bennem élt, nem éltem onnan. Csak a felfújt hülyeségemben. És az volt. Na és amikor küldted nekem azt a textet, hogy szívemből tudom-e mondani, hogy nem akarok meggyógyulni. Hát én azt gondoltam, hogy te elírtad. Hát nem akarok meggyógyulni. De aztán gondoltam, hogy te nem vagy félrebeszélő. Nem gondolom, hogy félreérted. Szóval jó van, hogyha nem érted félre, akkor... Mondd, akkor meghökkentél. Hát miért mondanál ilyet? Hogy nem akarnák meggyógyulni. Ez mit jelent? Ne akarjak meggyógyulni.
és gondoltam róla. És nem tudom, lehet, hogy még teljesen nem értem, mert nem vagyok úgy nagyon értelmes. Én nem olyan szépen össze tudsz rakni dolgokat, hogy mondják, összefüggéseket összerakod. És úgy sokkal jobban meg lehet érteni, de aztán azt hiszem, hogy megértettem, hogy az én kis eszem meg tudja érteni. És gondolkoztam rajta, és jó, aztán értem, mit mondasz. És úgy imádkoztam. És így teljesen lemondtam mindenről, nem akarok semmit. Én nem akarok semmit. És anyjának is mondtam, hogy én nem akarok semmit, én nem akarok. És akkor azt mondja nekem, hogy hát Enikő, annyira akarod, hogy ne akar semmit, hogy ez teljesen nil. De hát nem lehet túl... Na mindegy, na, szóval én majdnem bedobtam a törülközőt. Hát én... Hát ez... Nem akarok. Én már túl akartam az akarást, a nem akarást. Érted? Na. Ezt értesd meg velem, mert ez valami. Na, jó. Jaj. Nekem ez itt. Nekem ez itt, ez az élet, és ez a videó ma reggel. 5-kor fölébredek. Jézus Mária, mit csinálok 5-kor? Na mindegy, bekapcsoltam, és akkor ott volt az a videó, azzal a fickóval beszéltél, amikor a nullázásról, hogy le kell vinni nullára. Na, nagyon jó volt. És így van, visszamenni a nullára, visszamenni oda, ahol én az életemben nem éltem, vagy nincs memory arról, de visszamenni oda, és onnan élni. Hát, így van, így legyen. Így legyen. Hú, na, igen, szóval, és akkor gondolok vissza a testimoniumra most. És annyira nem érdekel. Annyira nem érdekel. Nem azért, csak amin átmentem, mint gyerek, az összes rejection, a nem törődés velünk, nem figyel, szóval az a fájdalom, az a félelem. Úgy féltem, láttam dolgokat, mutattak nekem dolgokat, amit gyereknek nem szabadott volna látni. Akkor csináltak valami dolgokat, amit gyerekkel nem... Szóval mindez, akkor ahogy jöttem fel, akkor a volt férjemmel mind, ami mi történt, annyira nem érdekel, annyira nem érdekel, de annyira nem érdekel. És te is mondtad, hogy te nem írsz könyvet, te nem... És én mondom, hát miért ne írják könyvet? Nem érdekel. Nem érdekel. Az egyetlen dolog, ami érdekel. És el akar... Nem érdekel. Az egyetlen dolog, ami érdekel, az most... Amit én most megtapasztalok, megtapasztaltam, amit megértettem, azt ne felejtsem el. Ezt itt most, ezt ne felejtsem el. Az tök mindegy. De ezt itt, hogy ő mit tett értem, és az igazságot, amit megmutatott, azt ne felejtsem el. Ezt ne felejtsem el. Olyan kegyelmes, és olyan patient, az mi patient? Patient, nem tudom mi az, hogy patient, biztos érted. És vár ránk. Jaj, ma annyit sírtam, de most már nincs miért. Ez is a kezemen, na tessék.
Itt van. Mindegy. Mindegy. Semmi nem fontos. Amit eddig fontosnak láttam, semmi nem érdekel. Semmi. És ez a ház is. Én nem tudom, ha elhagyjuk, eladjuk. Én nem érdekel. Akkor... Meg lesz. Meg lesz, ami lesz, az Isten szerint. Mert az tökéletes. Nem érdekel, hova megyünk. A világ másik oldalára. Hogyha börtönbe vagyok. Hogyha az Isten velem van, mindegy. Ez. Ez itt élni, ezt ne felejtsem el. Amit most tudok. És nem az, hogy érzem. A szeret... Tudom, hogy ez így van. Ezt az életem végéig ne felejtsem el. Ne felejtsem el. Jaj. Hoff. És megnéztem a videót. Megnéztem a videót a autoimmune disease-ről. Nagyon jó volt, nagyon, és egyetértek. Egyetértek vele. És még mondanak egy dolgot hozzá, hogyha nem baj, odaadnák egy dolgot, hozzáadnak. De mielőtt hozzáadom, azt mondom, hogy tök mindegy, amit mondok, mert ez az istentelenség. Nincsen Isten az életünkben, ez az egyetlen. Nincsen igazság, azért vagyok beteg. Nincsen igazság. Nem volt. Szóval most, amit mondok, elmagyarázhatom fejjel lefelé, de tök mindegy. Mert az volt a probléma. Ugye? Na. So, amikor én meg diagnózist kaptam, azt mondtam, de jó, nem szedtem a gyógyszert, mert én nem hittem. De én nem gyógyszereztem, nem orvosoztam. Vagyis orvosoztam egy ideig, csak úgy visszamenni, hogy mennyire degenerating dolgok, tudod. És úgy visszamentem, de gyógyszerén nem. Csak akartam tudni, hogy az x-rays hogy jönnek vissza, meg mi hogy néz ki. De azt is megállítottam egy idő után, mert már jó, nem mindegy. De csináltam az alternatív dolgokat, és az is... Csak ment le a kogyon a pénz, semmit nem ért. Na mindegy. És tudtam, hogy ez egy érzelmi, valami, ez egy más. Ez nem fizikai dolog, egyáltalán. És érdekes, mert beszéltek immune systemről, és hát én nem is tudom neked megmondani, hogy mikor voltam lázas utoljára, mikor voltam beteg, kolddal, vagy flúval, vagy amikor a gyerekek beteg voltak. Én soha nem kaptam el semmit az ég világon, olyan semmit. Semmit. Ők haldokoltak, volt férjem is összevisz, na mindegy. Semmit. Semmit. Szóval, de itt vagyok ezzel. És ez mi? Na mindegy. Szóval, nagyon sokat olvastam, nagyon sok, mindjárt ezt is megállítom, és akkor hogy nem állítom meg. Na mindegy. Jó. Akkor rengeteget olvastam, és belementem a keresztény résztben ebben, hogy mi ez a root cause, spiritually, what is the spiritual root cause of this? És azt értettem meg, vagy ők úgy magyarázták el, hogy az autoimmune disorderök, az egy, mert a tested saját magát etelkezi, ezt mondják, ez egy ilyen self-hatred, jön ki, self-hatred, hogy saját magadat utálod, és a saját tested goes against you. És én mondom, ne, hát ez hogy lehet? Hát én nem utálom magamat. Én nem néztem tükörbe, és jaj, ez rossz, ez rossz. Én ilyet nem csináltam, én voltam, ami voltam. Na, de... Hogyha belegondolok abba, hogy 2 éves volt a fiam, na most lehet, hogy ebbe túlzást túl belenézek, na mindegy,
De az, hogy én nagyon mérges voltam magamra, amikor az esküvő után, amikor nem léptem ki ebből. És nyeltem egyet, fölhúztam a nadrágomat, és mentem tovább, ugye? Nem dílingeztem vele, semmivel. És bennem volt ez egy ilyen, hogy hívják? Megmagyarázhatod magadnak bármit, amit akarsz, de a tested, magad belül, a szól, az tudja, hogy ez nem igazság. Szóval, amit te magadnak megmagyarázol, az nem igazság. De az egész tested, a lelked tudja, hogy hazudt magadnak. És én azt úgy gondolom, hogy ez egy ilyen a tested ellened fordul. És én valahogy így érzékeltem. És szerintem minden betegség az saját magadra mutat. Az fölpróbál ébreszteni, hogy figyelj már ide. Mit csinálsz? Na, 13 éve. Jó, voltak jó időszakok, és az orvos is egyszer mondta, hogy mit csinálsz, mert a vérvételek minden jobban visszajött. Na mindegy, de még itt van. Na, nem tudom. De ez. Testünk tudja az igazságot, és hogy elmentünk az igazságtól. Szinte ő teremtett minket. Ez az ő teste. Ő teremtett minket. Na. Jó, most azt hiszem, befejezem. Na, megkaptad az esti mesédet. Jó vagy. Na, és nagyon-nagyon is ez a kis csoport. Olyan jó hallgatni a sztoriukat, meg tényleg fantasztikus, hogy annyira az. Na, nagyon jó. Na, jó, befejeztem, és hát mindent jót, oké? Okay? Szia! Nem érdekel. Nem érdekel. Az egyetlen dolog, ami érdekel. És el akar. Nem érdekel. Az egyetlen dolog, ami érdekel, az most. Amit én most megtapasztalok, megtapasztaltam, amit megértettem, azt ne felejtsem el. Ezt itt most, ezt ne felejtsem el. Az tök mindegy. De ezt itt, hogy ő mit tett értem, és az igazságot, amit megmutatod, azt ne felejtsem el. Ezt ne felejtsem el. Olyan kegyelmes, és olyan patient, az mi patient, patient. Nem tudom, mi az, hogy patient. Biztos érted. És vár ránk. Jaj. Annyit sírtam, de most már nincs miért. Ez is a kezemen. Na, tessék. Itt van. Mindegy. Mindegy. Semmi nem fontos. Amit eddig fontosnak láttam, semmi nem érdekel. Semmi. És ez a ház is. Én nem tudom, ha eladjuk. Én nem érdekel. Akkor... Meg lesz. Meg lesz, ami lesz. Az Isten szerint. Mert az tökéletes. Nem érdekel, hova megyünk. A világ másik oldalára. Hogyha börtönbe vagyok,
Hogyha az Isten velem van, mindegy. Ez itt élni, ezt ne felejtsem el, amit most tudok, és nem az, hogy érzem, a szeret, tudom, hogy ez így van. Ezt az életem végig ne felejtsem el. Ne felejtsem el. Jaj. Oh.